Németh Norberttel beszélgetek a Honvéd Fradi meccs lefújása után. Ugye a meccs egyetlen gólját te szerezted, Norbi. Itt a sajtótájékoztatón beszédtéma volt, hogy hibázott-e a Fradi kapusa. Te hogy láttad? Megmondom őszintén, egy jól eltalált lövés volt az Alex részéről, és azt gondolom, hogy szerintem ő megtette a magáit, csak szerencsétlenül középre ütötte. Majd meg kell néznem nekem is a felvételre, hogy mennyire volt ő hibás, és miért nem kifelé ütötte. De én igazából ezzel nem foglalkozok, mert elém ütötte, és sikerült bekotornom. Sukka Attila azt mondta itt az újságíróknak, hogy szerint az egygólos honvéd győzelem megérdemelt. Igen, azt gondolom, hogy több zicsert alakítottunk ki az első fél időben is, és a második fél időben is. Ha már itt a végén egy óriási zicsert fogott a Szabi, azt gondolom, az kellett ahhoz, hogy ez a három pont meglegyen. Viszont igazából én úgy érzem, hogy egy percig sem forgott veszélyben a három pont sorsa. Remélem én is, hogy mindenki úgy érzi, hogy ez megérdemelt, hogy győzelem volt. Picit magasra tettétek a lécet, ugye már most a Fradi ellen is győzelmet vártak a honvéd szurkolók, és itt, hogy mászkálgattam a meccs után, mindenki meg volt győződve róla, hogy a következő fordulókban sem lehet akadály. Megmondom, szerintem Kecskemétre megyünk, az egy nehéz mérkőzés lesz, a Kecskemét otthon szerintem nagyon stabil, nagyon jó kis gárda, össze vannak rakva. Azt gondolom, hogy az is egy ilyen nehéz mérkőzés lesz, mint az a mai volt. Úgyhogy de bízom benne, hogy ismét majd sikerrel tudjuk venni, igyekszünk a céljainkat elérni.